Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy hármas kapcsolat, egy jóslás. Egy általános kivetés, de biztos vagyok abban, hogy ez a jóslás neked is szól, hiszen nincsenek véletlenek, nem véletlen az, hogy te most megtekinted ezt a videót. Megvan arra is a lehetőség, hogy kért tőlem ezt a jóslást, ezt a hármas kapcsolat jóslást, ha van egy harmadik személy a háttérben. Ennek a díja, mint mindig minden jóslásnál, 4000 forint. Jelenleg van egy akciós jóslás is, egy nyári szerelmi jóslás asztrológiával együtt, az indiai asztrológia szerint, vagy kérheted ezt a nyári szerelmi jóslást gyertya mágiával. A díjam ennél az akciónál most 6000 forint. És most rátérünk a kártyákra. Itt ezen a képen látható a kasza. És ez a kártya jelenti ennek a nőnek a gondolatát, vele kapcsolatban, vagy ami az ő párkapcsolatukat illeti. A kasza az jelenthet olyan dolgokat, ami olyan hirtelen jön. Tehát állandóan változik a gondolata, hol így, hol úgy. A kasza jelentheti azt is, hogy ők szakítani fognak. Itt ez a torony mutatja a nőnek az érzelmeit. Benne van ebben a toronyban, és ez olyan, mint egy labirintus, fogva érzi magát, keres egy kiútat, keres egy megoldást. És mit fog tenni? Ezt jelenti itt ez a felhő. Nem tudja, hogyan lépjen, hiszen minden olyan borult, olyan, mint egy fátyol, nem látja tisztán a dolgokat. Ez a férfi, gondolom ez a te lelki társad. Hogy gondol ő erre a nőre? Itt megjelennek a halak, és jelentik az anyagiakat. Lehet, hogy még az anyagiak miatt van vele együtt, vagy rendeznie kell az anyagi dolgokat, mielőtt szakításra kerül a sor. Itt a fa jelenti a férfi érzelmeit ezzel a nővel kapcsolatban. Itt még úgy érzi, hogy le van gyökerezve, de ez a kép utalhat egészségügyi témákra is. Például, hogy ez a hölgy betegeskedik. Vagy azt is jelentheti, hogy ez a férfi nem érzi jól magát ebben a párkapcsolatban, valami betegíti őt. Mit fog tenni? Itt van a hajó, ez jelenti a reményt, hogy minden jóra fordul. A hajó jelenthet utazásokat is. Ez lehet egy belső út, egy lelki kapcsolat is. És hogy gondol rád? Itt megjelenik a ház. Ez jelenti az alapokat. Ő ki akar veled alakítani egy tartós párkapcsolatot. Sőt, ez a ház utalhat egy közös otthon tervezésére is. Hogyan érzi magát veled kapcsolatban? Itt megjelenik ez a nagy medve, jelenti az erőt, a belső hitet is. Te adsz életerőt számára, és ő is segíteni akar neked. Hogy gondolj most erre a hármas kapcsolatra? Itt megjelenik ez a levél. Számodra fontos, hogy maradjon meg a kapcsolat, vagy hogy ő közöljön veled valamit, mint például, hogy ők most már szakítottak. Van esély arra, hogy ti összejöjjetek, itt van a gyűrű. Ez jelenti a kapcsolatot, ami megmarad, hiszen mindig visszatér hozzád. Ez a gyűrű jelenthet eljegyzést, házasságot is. És hogy érzed magadat, vagy mire kellene odafigyelni, ami a te érzelmi világodat illeti, itt a gyermek jelent egy új kezdetet, az ártatlanságot, a fiatalos kisugárzást, és a csillagok szerencsét hoznak.
Azon kívül a csillagok jelentik azt is, hogy minden úgy fog alakulni, ahogy a csillagokban ez meg van írva. Hogy viszonyulj hozzá, itt van a lilium, itt tisztázódik valami. Vagy akarsz vele beszélni, vagy írni neki, hiszen itt van a levél, és így tisztázódik valami kettőtök között. Amit a lilium még jelent szimbolikusan, ezek a szexuális kapcsolatok. És mi várható a jövőben? Itt a gólyák jelentik a változásokat. Változik a helyzet. A gyermek és a gólyák itt a közelben egy kivetésnél jelenthetik egy kisbabának a születését is. És ez volt a hármas kapcsolat jóslás. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderrel!